A Betánia gyógyszertár felkészült gyógyszerekből, kézfertőtlenítőkből és maszkokból is a rohamra, tudtuk meg dr. Szalai Lászlóné szakgyógyszerésztől. A patikában számítottak arra, hogy a betegszám növekedett, hogy nagyobb lesz a gyógyszerforgalom, így felkészültek rá, nem tapasztaltak gyógyszerhiányt. Mi számítottunk arra, ahogy a betegszám növekedett az országban, hogy valószínűleg nagyobb lesz a gyógyszerforgalom, hiszen a több beteg több gyógyszert is fog igényelni, tehát felkészültünk rá, nem tapasztalunk gyógyszerhiányt. Azonban az a félő gyógyszervásárlási láz, amely egy évvel ezelőtt volt, olyat nem tapasztalunk, és ez azért megnyugtató. Tehát könnyebb a munkánk ezzel a gondos eljárással. Igen, megugrott a fertőtlenítőszerek és az FFP2-es maszk vásárlása, mivel hallják, hogy több országban kötelező. Ebből is van rendesen készleten, folyamatos az ellátás. Megugrott a fertőtlenítőszerek vásárlása és az FFP2-es maszkok vásárlása is, hiszen hallják, hogy több országban kötelező is a komolyabb maszk használata. Számítottunk rá, de folyamatos az ellátás, nem tapasztalunk hiányt ezekből sem, hiszen az ország fölzárkózott ezeknek a gyártására, beszerzésére. A vitaminokat is keresik az emberek, itt is van választék, épp úgy, mint a Covid szűrőtesztekből. A vitaminokat továbbra is viszik, hiszen tél vége van, szükséges a vitaminpótlás, tehát ugyanúgy a C-vitamin, multivitaminok. De újabban az embereket az is érdekli, hogy milyen az immunállapotuk, és keresik a szűrőtesztet is. Mostantól a házi orvos is felírhatja, és gyógyszertárban is kiválható a favipiravir gyógyszer, amely azoknak segítség, akiknek nem feltétlenül szükséges a kórházi ápolás, és alapbetegsége megengedi, hogy otthonában gyógyuljon. Nagyon jó hír ez. Megnyugtat bennünket is, és egy megnyugvás lehet a lakosságnak is, hogy egy bizonyos gyógyszer, a favipiravir nevű gyógyszert az Aegis gyógyszergyár itthon, hazánkban gyártja, és most már nem csak a kórházi benfekvőknek jut ebből, hanem akinek az alapbetegsége megengedi, hogy otthonában gyógyuljon, és nincs szüksége okvetlenül kórházi ellátásra, az itt a gyógyszertárban kiválthatja. Ez most jelent meg az OGYI honlapján, egy pár napnak el kell ahhoz telnie, hogy mi is be tudjuk ezt szerezni, és a többi gyógyszertár is fölkészüljön erre. 5 napos a kezelés, és azt tapasztalják a kórházakba, hogy a vírusbetegség kezdetén igenis jó hatású. Nincs mindenkinek erre szüksége, hiszen az enyhébb fertőzés nem is kell, hogy elnyomjuk, hiszen akkor alakul ki a szervezetben védettség. Nagyon hatékony ez a gyógyszer a vírusra, viszont magzatkárosító. Így akár férfi szedi, akár nő, a beteg, ki kell, hogy töltse a beleegyező nyilatkozatot, hogy igenis hát védekezik, és a kezelés 5 napja alatt, és még utána legalább egy hétig, ezekre mind figyel. Boldizsár Ferencné a vitamint, kézfertőtlenítőt és a maszkokat már jó előre beszerezte, most csak a szükséges gyógyszereket váltotta ki. Egészséges étkezést folytatnak, így kevesebb plusz vitamin kell. Vitaminokat, D-vitamint, kézfertőtlenítőt, amit szükséges a mindennapi használathoz, azt mindenképpen, de egyébként is egy olyan vegyes étkezést folytatunk, vagy vegyes étkezésen vagyunk, hogy kiugróan magas vitaminokat nem szükséges, mondjuk téli időben igen, de alapvetően egy olyan étkezést folytatunk, amihez kiugróan magas vitaminokat nincs szükség vásárolni.
Nyugdíjasként keveset jár boltokba, de komolyabb maszkokat is vett az egyszer használatosak mellé, így ha az lesz a kötelező, neki már van.